Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Az interpellációmat egy találós kérdéssel tenném fel tisztelt képviselő társaimnak, ahogy már hallották is elnök úrtól. Mi az? Drága is lesz, lassú is lesz. Ez a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza, a Budapest-Kelebiai szakasz. Ugyanis egyes szakértők szerint közel 1000 év kell ahhoz, hogy ez megtérüljön, ráadásul a kínai fél egy olyan biztosítási, biztonsági berendezést képtelen európai szabvány szerűen megépíteni, ami lehetővé teszi azt, hogy a felújított vasútvonalak azok 160 km/h sebességre legyenek képesek, helyette 100 km/h sebességre lesznek képesek. A délalföldi régióban élők tulajdonképpen két folyamatban lévő vasútfejlesztésnek a tanúi. Ez a Budapest-Belgrád és a Szeged-Szabadka vasútvonal, ami egyébként összefügg egymással, hiszen a Szeged-Szabadka vonalon történik 30 év után először, 2022. augusztus 1-je óta a teherforgalom elvitele, ugyanis a Budapest-Kelebiai vasútvonal munkálatai miatt ugye nyilván a teherforgalomot nem tud járni. És egyébként amire még szeretném felhívni a figyelmet, a Budapest-Kelebiai vasútvonal fejlesztésének becsült összköltsége az időközben elrendelt pótmunkákkal együtt közel 800 milliárd forint. És amire szintén rendkívül szeretném, hogyha mindenki tisztában lenne azzal, hogy a szerb szakaszon a fővállalkozóként eljáró orosz állami vasút kilométerenként 1,5 milliárd forinttal olcsóbban dolgozik, mint a kínai vasúttársaság magyarországi képviseletéből és a Mészáros-Lőrinc érdekeltségébe tartozó Erem International Zrt-ből álló konzorcium. A Szeged-Özke vasútvonal felújítása pedig 45 milliárd forintba kerül, és szintén Mészáros-Lőrinchez köthető V-híd Zrt végzi. Azért ki lehet számolni, hogy hány kilométerről van szó, és ez mind kilométerenként 1,5 milliárd forinttal kerül nekünk drágában. A Budapest-Kelebiai vasútvonalon a biztonságos és pontos vasúti közlekedés garantáló biztosító berendezések telepítése a kezdetektől kérdéses volt. A kínai fél nem tudja ezt rendezni, illetve megoldani a helyzetet. Fokozza, hogy a Budapest-Győr vasútvonal felújításához szükséges 32 milliárd forintot a gépeket és a munkaerőt a V-híd Zrt. Budapest-Kelebiai vasútvonal építéséről átcsoportosított. Így kérdésé vált a projekt 2025 második felében történő befejezése. Kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy a Szeged-Szabadka vasútvonalon júliusban milyen műszaki és technikai problémák miatt szüneteltette a kivitelezést a V-híd Zrt. A MÁV Zrt. Elégedette a V-híd Zrt. És a biztosító berendezéseket telepítő cseh alvállalkozó munkájával. Októberben megindulhat-e a személyforgalom a Szeged-Szabadka vonalon. A Budapest-Kelebiai vasútvonalon miért a kínai félre bízzák a biztosító berendezések telepítését, amikor köztudott volt, hogy nem tudja az európai szabványoknak megfelelően ezt telepíteni? Köszönöm szépen. Nagy Bálint államtitkárótól fogjuk hallani. Megvárom, míg fölteszi a mikrofon. Parancsoljon államtitkár úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, a két beruházással kapcsolatban fontos észrevétele, hogy a kettő az nagyban összefügg egymással. Szabadka összeköttetése Szegeddel nemzetgazdasági, nemzetstratégiai és nemzetegyesítési szempontból is kiemelten fontos. Szeged és Szabadka mindig is együttműködött, közös gazdasági övezet. Ön, mint Bács-megyei képviselő, azt gondolom, hogy ezt pontosan is jól tudja. A Dél-Alföld régió összeköttetését pedig évtizedekkel ezelőtt már meg kellett volna tenni. A helyzet nem egyszerű, és természetesen nem az okoz gondot, illetve nem az a probléma, hogy vasutat kell építenünk, hiszen jelentem, hogy ez sikerült. A pályaépítési munkálatok lényegében lezárultak, és heteken belül megindulhat itt újra a forgalom. Megoldandó ügyek azonban vannak. Ön is tudja, hogy a déli határon mi zajlik, milyen a migrációs helyzet. Erről ma már többször is volt itt szó. Ez nem csak a schengeni külső, hanem az unió külső határa is. A magyar és szerb állam közösen dolgozik a helyzet megoldásán. Az a célunk, hogy európai módon lényeges várakozási idő nélkül mehessen a személyforgalom a két település, két város között. Budapest-Belgrád vasútvonallal kapcsolatban pedig azt tudom elmondani, hogy ez egy történelmi beruházás, amely a következő években egyre
inkább fel fog értékelődni, itt pedig a szerződések világosan fogalmaznak, a kivitelezőnek olyan létesítményt kell előállítania, amely megfelel az uniós szabályoknak. Hozzáteszem, ez mindannyiunknak az érdeke. Magyarországnak élnie kell azzal a geopolitikai térrel és lehetőséggel, amely megadatott, nevezetesen, hogy tranzitország vagyunk, és ha logisztikai központként akarunk működni, akkor ahhoz bizony infrastruktúrára van szükség. Szükség van olyan vasúti vonalakra, amelyek észak-dél, illetve nyugat-kelet irányból is gyors átjárást biztosítanak. Köszönöm, és kérem a köszönöm, hogy meghallgatott, és kérem válaszom elfogadást. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Nem fogadom el a válaszát, államtitkár úr, már csak azért sem, mert a beruházás alapvetően kínai érdekeket szolgál, mivel a kínai kézbe került Pireusz kikötője és Nyugat-Európa összeköttetését szolgálja. Ráadásul, ugye, ahogy említettem, ez közel 800 milliárd forint összköltségi Budapest kelebbi a vasútfejlesztés költségét jelenti, és a Kínától való függésünket jól mutatja, hogy a beruházáshoz a kínai Exim Bank 1,9 milliárd USA dollárt hitelt biztosít, miközben Magyarország a kínai jegybanknak már 2021-ben 7,8 milliárd euróval tartozott. A kérdés az, hogy a Budapest-Belgrád körül kialakult konfliktust miniszterelnök úrnak sikerült-e a most októberi kínai útja alkalmával elsimítani, és ahogy államtitkár úr már említette, a Szeged és Szabadka között 2015 óta nincs személyszállítás, és a szerb szakasz már régen készen áll a személyforgalom megindítására, csak a magyar szakaszon a műszaki teljesítés véghatárideje volt 2023. október 23-a, azaz a tegnapi nap. És most említette államtitkár úr, hogy hetekkel, majd később talán akkor elindulhat ez a személyforgalom, és ráadásul erre is szeptemberben 5,4 milliárd forintot biztosítottak külön még a MÁV-nak. Köszönöm szépen!